Sziasztok, Jancsak Árpád vagyok, itt van előttem az ASRock Z390 Phantom Gaming 9 nevezetű alaplap, aminek a kicsomagolását és a rövid külső bemutatóját fogjátok látni ebben a videóban. A gyártó a dobozon feltüntet minden szépet és jót, így nevezetesen azt, hogy 8. és 9. generációs Intel Core processzorokat fog támogatni, vagy fog tudni kezelni ez az alaplap, valamint Nvidia SLI, AMD Crossfire és HDMI Polycom színkel, ezt is még fontosnak tartotta kiemelni a doboz fedlapján az ASRock, és még itt kapunk egy ilyen kis üvegkoporsó betekintést a dobozba, ahol láthatjuk az alaplapot, és itt a belső felületén is van néhány ismertető az alaplap erősségeiről. Hogyha megfordítom a dobozt, akkor pedig szokásukhoz híven, mint minden más gyártó is, egyrészt kapunk egy rövid specifikációt, másrészt pedig itt a további erősségeit is ki fogják emelni az alaplapnak. De nézzünk inkább bele a dobozba, vagy pontosabban azt nézzük meg, hogy mi van a csomagban. A dobozban találunk 2 darab karton rekeszt, az egyikben az alaplapot helyezték el jól becsomagolva, habszivacsba, a másikban pedig itt két oldalt találunk különböző tartozékokat. Van egy szoftvertelepítési útmutatónk, van egy elmaradhatatlan ASRock képeslap, van egy driver DVD, és egy többnyelvű telepítési útmutató is. A jobb oldalon pedig kapunk összesen 4 darab SATA kábelt, egy hátlapi panelt, van egy antenna a Wi-Fi-hez, van összesen 3 darab kis csavar az M.2-es foglalatba való rögzítéshez, és van itt egy, ha minden igaz, akkor egy 4 utas SLI hidunk is, amit külön nem csomagolok ki. Ha indulunk a szokásos sarokból, akkor itt egy audio csatlakozási lehetőség, van összesen 3 darab RGB LED csatlakozás, van egy Thunderbolt AIC header, itt van egy ventilátor csatlakozás, egy TPM header, 2 darab USB 2.0, itt egy Dr. Debug Fantázia nevű hibakereső LED-del, itt köthetjük be az előlapi panelen, vagy a ház előlapján lévő kapcsolókat és visszajelző ledeket, itt van még egy ventilátor csatlakozási lehetőség, van fizikai reset és power gombunk is, és hogyha fordítok rajta egyet, akkor találunk összesen 8 darab SATA 3-as portot, 90 fokban elfordítva és szintén 90 fokban elfordítva egy USB 3.0 csatlakozási lehetőséget. Ha tovább megyünk, akkor itt van még egy USB 3.1 előlapi kivezetés, van még egy USB 3.0 csatlakozásunk, van egy szokásos ATX24-tűs tápcsatlakozó, amit majd itt fölül egy 8 és egy 4 tűs 12 voltos ATX tápcsatlakozó is ki fog egészíteni, a processzor energiaellátását biztosítva. Itt, hogyha megyünk, akkor még van egy ventilátor csatlakozó, itt lesz beköthető a processzornak a ventilátora, és itt van a 4 darab memória slot. Ez az ASRock Z390 Phantom Gaming 9 nevezetű alaplap, támogatja a Dual Channel DDR4 memória technológiát, összesen 4 darab DDR4-es DIMM slot van itt rajta, ahogy látható, és maximálisan DDR4 4266 plusz OC-s memória modulokat fog tudni fogadni, vagy ez alattiakat, és elmondható még róla, hogy maximálisan 64 GB-nyi memóriát fog tudni kezelni, támogatja az Intel Extreme Memory Profile-t, vagyis az XMP 2.0-át, és a DIMM slotok külön kiemelten 15 mikronos aranyozott csatlakozókkal vagy csatlakozó felületekkel vannak ellátva.
Közvetlenül a 4 darab DIMM slot mellett megtalálhatjuk az RGA 1151-es processzor foglalatot. Ez az alaplapa az Intel Core processzorokból a 9. és 8. generációsakat fogja tudni fogadni. 12 fázisú energiaellátással gyártották a lapot, és az alacsonyabb chipsetek től eltérően ez a Z390-es chipsettel szerelt lap fogja tudni fogadni, vagy teljesen ki fogja tudni használni a szorzózármentes K-szériás vagy K-jelölésű Intel processzorokat is, valamint emellett az Intel Turbo Boost 2.0 technológiát is támogatja, hogy a rendkedvéért ezt is megemlítsem. Itt a processzor foglalat körül a hűtéstest elég komolyan megoldották, legalábbis így első tapintásra, ránézésre. Ez egy fém hűtőborda, és itt ezt kiegészíti még egy másik fém nagyobb hűtőborda, ami a kettő között egy hőcsöves megoldással van összekötve, hogyha így közelebbről mutatom. És hogyha kicsit tovább haladunk, akkor itt még megtalálunk még kettő darab, sőt, még összesen 2 plusz 1 darab ventilátor csatlakozási lehetőséget, amiknek mindegyikéhez akár vízpumpát is tudunk csatlakoztatni. És akkor menjünk tovább a videokártya részlegre, valamint az Ultra M.2-es foglalatokra is. Ha itt tovább megyünk, akkor látható, hogy van itt 2 darab PCI Express 3.0 egyszeres szlotunk, valamint 3 darab PCI Express 3.0 16x szlotunk, amit a gyártó külön a specifikációban is kiemel, hogy ez a jobb szélső lesz csak 15 mikronos aranycsatlakozásokkal ellátva, vagyis ez a legjobb minőségű a három közül, viszont a háromból mindháromnál látszik, hogy fém kerettel erősítették meg, úgyhogy egy tartós megoldásról van szó, remélhetőleg. Itt a kettő darab PCI Express slot között megtaláljuk a CE2032-es alaplapi gombelemet, ami elmaradhatatlan része az alaplapoknak már évtizedek óta. Láthatjuk, hogy összesen 3 darab M.2-es foglalatunk van. Ebből a bal szélső egy 22-110-es méret szabványú M.2-es foglalat, amit egy fém passzív hűtőbordával fettek, amit most el is fogok távolítani, hogy lássuk, mi van alatta. Ide be fogunk tudni tenni egy maximum 11 cm hosszúságú SSD-t, vagy M.2-es foglalatba rögzíthető bővítőkártyát, ami akár Intel Optane memória is lehet. És a másik kettőbe pedig a 2280-as méret szabványú, maximálisan 8 cm hosszúságú kártyát fogunk behelyezni, vagy fogunk tudni behelyezni. Mindháromról elmondható, hogy az elméleti sávszélesség maximális a 32 gigabit per szekundum lehet. Elmondható róluk, ahogy már az imént is említettem, hogy támogatják az Intel Optane technológiát, valamint NVMe SSD-ket is használhatunk velük bootlemezként, viszont a felső kategória ide vagy oda, ez az alaplap is úgy működik, hogy különböző szálakon lehet működésre bírni a SATA 3-as, valamint az Ultra M.2-es foglalatokat. Olyan nincsen, hogy mind a 8 SATA 3-ra van dugva valami, és egy időben mind 3 Ultra M.2-t is használatba vehetjük, vagy vesszük. Szóval, hogyha például egy példát veszünk, akkor, hogyha mondjuk ebből az Ultra M.2-be van egy kártya téve, akkor ez a jobboldali 2 darab a SATA 3-as port nem fog működni, és ugyanígy különböző szálakon működik a másik Ultra M.2-es port, avagy a többi SATA 3-as csatlakozási lehetőség. Ez egyébként a mellékelt, az alaplaphoz mellékelt részletes leírásban és telepítési útmutatóban is ismertetve van. Akkor még itt az előlapi konnektorról elmondható, hogy ez egy NE5532 Premium headset erősítőt is tartalmazó audio
konnektor, amihez maximálisan 600 ohmos headseteket is fogunk tudni csatlakoztatni, pontosabban csatlakoztatni tudjuk, használni is tudjuk ezt majd normálisan, ezeket a headseteket, és jó minőségű hangzást fogunk tudni elérni az előlapi csatlakozó segítségével is. Hogyha az audio panelt vagy részt nézzük, akkor az is egy fém hűtőbordával van itt végig lefedve, ami összeköttetésben van a hátlapi panelt körbevevő passzív hűtőbordával, ami a hőelvezetéshez elengedhetetlen és hasznos lesz. És így a videó végéhez közeledve talán már csak az alaplap hátulja, valamint a hátlapi csatlakozók maradtak hátra. Így néz ki az alaplap hátulja, ezen az ATX-es alaplapon egyébként itt a hátlapján nincsen semmilyen plusz csatlakozás, mint ahogy mondjuk egy mikro ATX-esen azt megszokhattuk a felsőbb kategóriában. Itt van a processzor foglalat vastag fém kerete, ezek a nagyobb csavarok pedig a különböző modulok és csatlakozók, valamint a passzív fém hűtőborda rögzítését fogják szolgálni. És akkor tényleg nézzük meg, hogy milyen csatlakozásaink vannak a hátlapon. Hogyha balról-jobbra haladunk, akkor itt egy fizikai CMOS reset gombunk, itt csatlakoztathatjuk az antennánkat a Wi-Fi modulhoz, amiről elmondható, hogy egy Intel 802.11 AFI Wi-Fi modulról van szó. Támogatja ezáltal már, ahogy sejthető, a 802.11 ABG, N és AC hálózatokat, dual bandünk is van, 2,4 és 5 GHz-es hálózatokhoz is fogunk tudni csatlakozni Wi-Fi-n keresztül, és maximálisan 1733 megabit per szekundumos elméleti sávszélességet fogunk tudni elérni vezeték nélkül. Ráadásul még ez a kis modul tartalmaz egy Bluetooth 5.0-át és MUMIMO technológiát is támogat. Hogyha tovább haladunk, akkor itt van egy PS2-es portunk. Itt az USB csatlakozásoknál el lehet kicsit veszni, de az összes USB Type A csatlakozóról elmondható, hogy USB 3.1-es. Ez a kettő és a következő kettő darab az USB 3.1 Gen 1 kategóriába tartozik, ez a többi pedig, ez a három pedig USB 3.1 Gen 2-be, és itt még kapunk egy USB Type-C-t, egy USB 3.1 Type-C csatlakozót is, de hogyha visszatérünk ide, akkor van egy HDMI portunk, egy teljes méretű DisplayPortunk, ami egy DisplayPort 1.2, és itt van összesen három darab LAN csatlakozónk is, amik a vezetékes hálózati csatlakozást fogják nekünk lehetővé tenni, nem meglepő módon. Erről a pirosról elmondható, hogy egy maximálisan 2500 megabit per szekundumos sávszélességet fog tudni produkálni, és a Dragon RTL 8125 AG vezérlővel szerelték fel. A másik kettő az pedig Intel vezérlőt kapott, az egyik a gigabites Intel i219V, a másik pedig a gigabites Intel i211AT, ami szintén itt a felső kategóriás alaplapoknál a gigabites LAN csatlakozók esetében már mostanában eléggé elterjedt és megszokott. És itt a sor végén megtaláljuk a szokásos audio csatlakozásokat optikai kimenettel, amikről szintén a gyártó kiemeli, hogy 15 mikronos aranyozott csatlakozókról van szó. És hogyha összegezzük ezt a videót és ezt az alaplapot, akkor a 95.000 forintunkért kaphatunk egy elég jó játék PC alapjául szolgáló alaplapot, ami jó felszereltséggel rendelkezik, több csatlakozási lehetőség, mind grafikai vonalon, mind háttértár csatlakozás és memória mennyiségben ki fog szolgálni minket. Az LG A1151-es processzor foglalattal és ezzel az E390-es chipsettel a szorzózármentes Intel Core processzorokat is
fogjuk tudni használni benne, ami 8. és 9. generációs Intel Core processzor lehet. Szóval röviden, talán így külsőleg ennyit lehet elmondani, dióhéjban az ASRock Z390 Phantom Gaming 9 nevezetű alaplapról. Mindenképp vegyétek számításba, hogyha egy komolyabb PC-t akartok építeni, érdemes utána nézni bővebben. Köszi, hogy megnéztétek ezt a videónkat, és sziasztok!